Először 2015-ben Bakuban rendezték meg az Európa játékokat, második alkalommal pedig június 21 és július 1-e között a Fehér Oroszországi Minszk lesz a versenyházigazdája. A szervezők 50 ország 4000 sportolóját várják a játékokra. Magyarország 15 sportágban 122 versenyzővel indul a viadalon. Az ünnepélyes eskütételen ott volt a nyíregyházi Bakosi Péter is, aki magasugróként tagja a 10 versenyző számláló magyar atléta csapatnak. Nagyon örülök neki, hogy bekerültem a csapatba. Jelen pillanatban ugye egy kicsit fáradt vagyok, de közben felszabadult is, mivel sikerült az államvizsgám, és ennek köszönhetően most már teljes mértékben a sportra tudok koncentrálni. A májusom az nagyon kemény volt, a suli mellett ugye az edzések is akadoztak. Én most remélem, hogy ugye most felszabadult, és most már nem kell a sulival foglalkoznom, koncentráltok az edzésekre, és szeretném, hogy a minszki európai játékokon a lehető legjobbat tudjam nyújtani. Atlétikában 20 csapat küzd egymással 10 versenyszámban. A lebonyolítás speciális lesz, a magasugróknak például a magasságonkénti 3 kísérlet helyett összesen lesz 3 lehetőségük az ugrásra. Hiányosak az információk, tudomásunk szerint tényleg állítólag három ugrás lesz, és előre meg kell határozni a magasságokat, hogy hol fog ugrani a versenyző. Hát ilyen versenyen még nem vettünk részt, tehát ez majd adja magát kint a lehetőség, hogy lesz a magasság emelés. Egy biztos, hogy azért a biztonságra oda kell figyelni, miután ez csapatverseny, tehát azt arra vigyázni kell, hogy eredmény nélkül ne essen ki Péter, mert az végül is a csapat azt nagyon megsínleni. Azt gondolom, hogy meg kell próbálni a köztes megoldást, tehát egy biztonsági, és utána pedig a lehető legjobb eredményt elérni a csapat érdekében. A 400-as futó Tasité Dávid a 4x400-as váltóban és a szintén újdonságnak számító 100x200x400x800-as váltóban is helyet kaphat. Egyértelmű jó formában vagyok. Most jöttünk haza nemrég edzőtáborból is. Minden jól sikerült, amit elterveztünk. Így hát számítanak rám a váltóban, hogy kihozza magamból a maximumot. Ott vagyok fejben is, fizikailag is, úgyhogy hát remélem nem lesz meglepetés. A magyar atléta válogatott június 21-én az európai játékok nyitónapján lép először a rekordtára. Továbbjutás esetén 2 nap múlva következik a második verseny, majd optimális esetben még 2-szer is ott lehetnek a nyíregyházi versenyzők a Minszki Dinamo stadionban.